okai vannak annak, hogy Magyarországon ez így teljesen hiányzik? Ez én sokat gondolkoztam, mert kicsikül a saját praxisomban is ugye jelentős szerepet játszik, amennyiben elég sokat, ezt kevesen tudják, én elég sokat vagyok Dél-Kelet-Európában, meg szoktuk elni könyveim, olyan tanulmányokkal, meg Magyarországon ismeretlenek. Hát angolból fordítok őket, magyarra nincsen lefordítva, de majd itt is eljön az idő, és én arra a következésre jutottam, ez nem pusztán rögtönzés, mert ezen gondolkoztam már, azokban az országokban van 89 után radikális baloldal, jelesül marxista természetű baloldal, azon belül is persze, ez a különbség, ahol az antifasizmus a nemzeti tradíció része. És ez így van a volt Jugoszlávia államaiban, ez így van Görögországban, ez így van kisebb mértékben Csehországban és Szlovákiában, és érdekes módon így van ez a német nyelvű országokban, mármint a Svájcot kívül, ugye Németországban és Ausztriában, ahol a 45-ös cezúra és a buchenwaldi fogadalom az egy érvényes konszenzus volt nagyon sokáig, az is megtörténik. Most egy kicsit évtizedekig az van. Na most, tehát az, hogy mondjam, azt mondani akár Horvátországban, de mondjuk olyan progresszív országokban, mint Szlovénia, vagy Szerbia, vagy Montenegro, micsoda, valakiről, hogy kommunista, az nem szinonimája annak, hogy aljas, gazember, terrorista, gyilkos. Nem, ugye ez egy kevésbé sikeres ága annak az általános nemzeti konszenzusnak, amely a primér, és amelynek a középpontjában a fasizmus elutasítása áll. Na most, természetesen ott is van, mindenféle tudjuk, jó, neofasiszták, és ez meg az, de oly mértékben, ezt én nemrég egy íráson van, egy arabban egyszerű dologban illusztráltam, sehol nem elképzelhető, csak Magyarországon, az összes országok közül, amelyeket ismerek, és ismerek egy Júliánnak, aki azt mondaná, a tengely oldalán a háborúban részt vett katonaságra, hogy honvédeink, csapataink, bevonultunk Voronyezsbe, visszavonultunk, elvesztettük a háborút. Tehát, hogyha Hitlert legyőzték, az vesztes háború Magyarországon. Ilyen sehol. Kisebb mértékben persze előfordulított, ez nagyon, ilyen értelemben nagyon nagy mértékben így van. És ez persze mindent, ahol volt ellenállás, és Olaszországban, meg ahol volt komoly konfliktus, Spanyolországban, ezek mind nincsenek így. És Lengyelországban, Magyarországban, szóval még van néhány hely, ahol ez így van. És ahol nincs ezeket a államokat kívülve, nincs kiátkozva a baloldal, nem tekint, nincs idegen testnek tekintve, akkor is, hogy az emberek ezt ellenzik, vagy nem szeretik, vagy elátkozzák akár, semmiképpen nincs az a benyomása akár jobboldali közvéleménynek, hogy ezek valamiféle idegenek. Ez az elemez minden. Ezért van. Még történelmi okai vannak, ami természetesen nem jelenti azt, hogy Magyarországon is ez a helyzet örökké így marad. Nem fog örökké így maradni. Ennek egyrészt jelei is vannak, hogy nem marad így örökre. Másrészt pedig hát semmi nem tart örökké, úgyhogy miért maradna örökké a tengelypárti konszenzus? Miért? Meddig fog még Magyarországon vereségnek számítani az antifasiszta koalíció győzelem? Nem örökké. Mit is meg fog változni? Ez egy picit erős állítás. Tehát egész... Mondom, próbálok röviden beszélni. Tehát nem. Jó, de... Minden alól vannak kivételek. Igen, persze. Igen, lakosság 40% a kivétel legalább ez a dolog, amit mondasz. Igen. Nem azt mondták mondani, hogy elvesztettük mind a két világháború? Én még nem nagyon tapasztalom. Én még soha életemben nem mondtam például. Na de ez minden nap olvasható minden újságban, és hallható mindenkitől. Nem,
ez elég erős konstrukció. Mint már kivételek, én sem gondoltam soha így, de nem számítom. Biztos vagyok benne, hogy sem a HVG-ben, sem a NIPSZAVÁ-ban. Állandóan. Mind a kettőben folyton és kivételnek. Több eszem első személyben elvesztett. Abszolút. A Karsai László műveiben a holokausztról azt mondja, hogy amikor kivonultunk Baranyásról. Például az egyik a fő példán. Na mi? És öntudatlan. Hát egyszer így írnak a magyarok. Nem azért ír, mert ő szeretné a tengerhatalmakat, vagy nem volna ellenfel a holokausztnak, hanem így szakás Magyarországon. Mindenki így írja kész. Na, úgyhogy nem én figyelek azért, szóval nem tényleg, ezek nem tréfadók. És természetesen amennyiben Magyarország is része annak az általános helyzetnek, amelyben azért emancipatikus energiák és mozgásos gondolatok vannak, annyiban természetesen is föltámadnak, hogy most is látszik nagyon szerint kis méretekben, meg egy csikről föltámadni látszik a baloldal, első a legfiatalabbak körében, ebben természetesen nyugati befolyások mint mindig nyilván szerepet játszanak, de ez megmutatkozik, nem kívánom eltúlozni ennek a méreteit és ennek a jelentőség, ez nem van helyes, de mégis nagyon nagy különbség van a valami és a semmi között. Ugye a végtelen, ugye? És úgyhogy akármilyen apró ez az új fiatal baloldal, ráadásul megosztott, az a néhány száz ember, mégiscsak olyasmi jelent meg, ami nem volt. Úgyhogy ez igaz, ez úgy dolog van. És valóban megint az átok, ugye a magyar turáni átok megint lesújt ránk, mert megint rendkívül erőteljesen idegenlennek látszik attól a tradíciótól, amelynek a jellegére céloztam, nem írtam le, nem lehet így, de ehhez kapcsolódóan tudom, hogy még van a kérdésre. Ja, hát például az, hogy mondod, hogy a leginkább a legfiatalabbak körülben jelenik meg minimálisan Magyarországon az ilyen marxista baloldaliság, viszont ahhoz, hogy ez sikeres legyen, ahhoz hogy fontos lenne az ilyen munkásosztály körében is, hogy így meggyökeresedjen, míg azt láthatjuk, hogy globálisan is, de Magyarországon is különösen igaz az, hogy eléggé, tehát a munkásosztály, meg nem csak a munkásosztály, de a munkásosztály is eléggé egy ilyen szélső jobboldali irányba van tolódva, és hogy arra mit gondolsz, hogy ezt hogy lehetne visszaszerezni őket, hogy hasonló? Igen, volt egy nagyon érdekes közvéleménykutatás Magyarországon, kb. Két hónappal ezelőtt, mindezett értékkutatás, tudjuk, hogy mindenkit a jóisten megőrizzem, de azért valamit mégis mutat, és amelynek a nyilvánosságra hozatak után szavazat voltam, hogy a lakosság többségét esetleg a szociáldemokrata beállítottságú. Mit alapozták ezt? Arra alapozták, hogy a lakosság többsége, megkérdeztek, nem igazán megbízható módon, tehát nem kell ezt túlértékelni, megkérdezték, hogy mit szeretnének politikailag elérni, nyilvánvaló, hogy nagyobb egyenlőséget, nagyobb újraelosztási hányadot, segítséget, a föltörekvő és teljes helyzetben lévő rétegeknek egyrészt, másrészt pedig lesújtani az underclassra, kiszorítani minden idegen, stb. Jellegzetesen nemzeti szocialista vélemény. És ezt a szociáldemokratán, ezt gondolják a szociáldemokráciáról vezető ellenzéki hírlapilóink és szerkesztőink, ahol megjelentek ezek a nagy címek, hogy szociáldemokrata konszenzus. Egy náci konszenzus mutatott Jézus Mária. De hál' Istennek ez egy megbízhatatlan kutatás volt, nem kell túl értekelni. Na most, ami pedig a munkásosztálynak a jelenlegi politikai szerepét illeti, ugye ez sem igazi újdonság. Mikor írta Herbert Marcuse, hogy a jóléti államba beépült és ezáltal a jóléti államon belüli privilégiumainak a védelmére berendezkedő munkásosztály egy konzervatív osztályá vált, és az establishment részévé. 1968-ban az elég rég volt. Na most, ugye gondoljuk meg, hogy az egyik legnagyobb, mi volt a munkásmozgalom legnagyobb sikere az utóbbi időkben? Hát a szolidárnos győzelme Lengyelországban, ugye? Amely kicsit ugye ezt a kombinációt mutatta, akkor még a rasszizmus
nem szerepel, meg a xenofóbia, de hát erő teljesen, mi a katolicizmus viszont igen, tehát a konzervatív, nem fasisztikai, konzervatív eleme, másrészt pedig ugyanakkor fölmutatott tipikus kommunista jegyeket, ugye, szemben a kommunistán nevezett antikommunista rendszerrel, ugye a Jaruzelszki gyerek, stb. Rendszerrel. Maga a szervezettsége a szolidárnosnak, ha belegondolom, teljes egészében a szocialista-kommunista szervezettség tipikus formáit mutatja. Mi volt a szolidárnos? Nem egy szakszervezet volt, nem is emlékeztet a szakszervezetre, a szakszervezet a szakmák szerint szerveződik. De tehát hogy szerveződött? Hát így szerveződött, természetesen területi szervezetei voltak, és pont úgy választott föl menő rendszerben magának egy központi vezetőséget, és pont úgy váltak el a politikai és gazdasági követelések egymástól, mint a szocializmus örökös történetében, ahol ezek mindig egymással konfliktusban állnak. Úgyhogy a munkásosztálynak a szerepe, az bizonyos értelemben mindig problematikus volt a szocialista mozgalomban, ezért kell Kausznak és Leninnek azt gondolnia, hogy a munkásosztály akkor lesz szocialista, hogy az osztálytudatot kívülről beviszik a mozgalomba, ugye, bár ezt nem Lenin találta ki, hanem Kautsky 1880-as évek végén. Na már most, ugye, ez nem azt jelenti természetesen, hogy a munkásosztály nem volt egy lázadó osztályi kapitalizmussal szemben. Lázadás többféle van. Lázadás egy korporatív természetű lázadás, amin azt értem, hogy ugye a saját csoport érdekeinek az előmozdítása érdekében, és az a radikális lázadás, amelyel ugye a szocialista mozgalom már 1848-tól kezdve ezen túlment. Marx számára mi a célja a proletár mozgalomnak? Az, hogy a proletárt is megszűnjék. Nem arról van szó, hogy győzzél, mint osztály és uralkodó osztályá váljék az eszköz. A cél a proletariátus megszűnése, az az osztály, amelyben saját föloldódásának és megszűnésének a kondíciói megvannak, az a proletariátus, ezért a radikális forradalmi osztály nem azért van, mint Rousseau-nál, Marxnál, mert a proletariátus az jó, mint hogy a Marx azt gondolta volna, mint Rousseau meg a keresztények, hogy a szegény ember jobb, mint a gazdag, hogy morálisan fölsőbbrendű, meg tisztább lelkű, meg mit tudom, mi a csuda. Marxnak ilyen dolgok nem jutottak az eszébe, mert ő Hegel és Goethe tanítványa volt, nem pedig Szent Ágostoné és hasonlóké, ugye Szent Ferencé, és ilyen szempontból nagyon is rövistok. De azt gondolta, hogy az igazi funkciója a proletárforradalomnak az osztály nélküli társadalom, nem pedig az osztályok közötti egyenlőség előmozdítása. Ugye? A marxizmusban az egyenlőség eleme teljes egészében hiányzik. Na már most szemben azzal, amit a szovjet rendszer mindig mondott, a szovjet rendszer mit valósított meg? A tipikus polgári cél az egyenlőség. És ugye, aminek ugye a marxizmus, az a radikális kommunista forradalomhoz ugye semmiféle köze nincsen. És természetesen egy kommunista is, mint általános baloldal része, mivel jognak tart egy egalitárius társadalom, mint egy kevésbé egalitárius társadalomnak, de hát ez hogy az a szövetségi politika, vagy az ördögnek a terminusa. Úgyhogy az a proletariátus, amely nem az osztály nélküli társadalomra törekszik, hanem a saját korporatív céljait, csoportos céljait kívánja előmozdítani, és a nála rosszabb helyzetben lévőkkel szemben nem volt szolidáris, hanem kifejezetten ellenséges, mint ezt látjuk világszerte, tehát nem most látjuk először. Hát a lumpen proletariátus problémája az 1830-as évektől a munkás mozgalom egyik problémája. Ebben nincsen semmi új. Ezért viszont amit egy forradalmi osztályokat és egy forradalmi mozgalom keretében harcolt ugye ahhoz a céljaért, ez soha nem volt teljes mértékben elkülönítve az emancipatorikus forradalmi céloktól. Ehhez az kellett, hogy a munkásmozgalmi politikai projekt megbukjék, és mit akadás, a Szovjetunió és a szovjet rendszerek bukása magával rántotta az egész munkásmozgalmi projektet. Akár volt közé az eredeti intenciókhoz, akár nem. De ez kétségül így van. Na most, hogy ezt rekonstruálni lehet-e vagy sem, mert nem szeretnék jóslásokba bonyolódni, mindenképpen szükséges lenne. Az, hogy hogyan, ugye azt látjuk most a jelenlegi franciaországi harcokban. Mi történik most Franciaországban? Franciaországban egy autentikus munkás lázadás játszódik le, amely
szemben áll a polgári progressziónak az egyik legfontosabb követelésével, a környezetvédelemmel. Ugyanis ugye a kormány felemelte a dízelolaj árát, márpedig a Franciaországban nagyon rossz a tömegközlekedés, kívül a Párizs szűk környékén, és az emberek autóval járnak valóban sokkal nagyobb mértékben, mint egy csomó más országban. Következésképpen a dízelolaj árának a felemelése nyilvánvaló, hogy a munkásokat és az alsó középosztályt sújtja leginkább. Nem a legeslegszegényebbeket, és nem is a felső középosztályt természetesen. Tehát ezek föllázadnak annak érdekében, hogy mindenfajta nyilvánvaló, hogy a környezetvédelem költségét a kormányzat ugye nem a nagyvállalatokra és a nagy tőkére hárította, hanem a munkásosztályra és az alsó középosztályra. Ugyanakkor az mégiscsak tény, hogy ennek a lázadásnak a következményeképpen a klímaváltozással szembeni stratégiák összeomlottak. Ez egy nagyon tipikus és éles példa. És hát ezért is van az, hogy az egyetlen igazán jelenlévő politikai erő ezekben a lázadásokban az a szélsőjobboldal. Ez szintén egy újdonság, hát a 20-as, 30-as évek Németországban hasonló dolgok történt. Benne van bizonyos fokig a szélső baloldal is, amely egyébként jelentően a Franciaországban szintén élesen nacionalista és európaellenes és mindent. Na, megszakítva a gondolatmenetet, muszáj téged visszaterelnem egy kicsit a történeti menethez. Ahogy 80-as évek viszonyod ehhez a szolidaritás, volt-e valamilyen elmesélhető viszonyod a szolidaritáshoz, annak a konkrét vezetőihez? Lett-e a 90-es években viszonyod közülük azokkal, akik aztán ott kormányra kerültek, meg elnökök lettek, meg ilyenek? Nekem kevésbé volt ilyen viszonyom hozzá, már csak azért sem, mert ugye a kis járatok a Demszébe tudtak leengedni, meg nem tudok semmilyen szláv nyelven. Hát ez nagyon fontos dolog. És ezek a barátaik is elményleg nyelven nem beszélnek, úgyhogy sajnálatos módon. De ez semmi, ez nem érdekes. Ami viszont sokkal érdekesebb ennél, engem hihetetlen mértékben lelkesített a szolidáros mozgalmon. Én egy teljesen illuzórikus, de lelkes és szubjektív őszinte anarchoszindikalista nézetből néztem az egész dolgot. Nem voltam ezzel egyedül egyébként. És hát a dolognak a hősiesség, a spontaneitása és a populáris jellege engem nagyon ötletesen lelkesített, mert hát hiszen fel voltam háborodva, ugye én írtam a Topiruskó atyán a nekrológiát, és itt tovább, és itt tovább, persze. És már az én is egy másik dolog volt, én azon kevesebb egyikkel voltam, hogy akik 1980. december 13-án meglátták azt, hogy a szovjetikus rendszer megkap ezt. Abban a pillanatban, ahogy a párt, mint szervezet képtelen fölülkerekedni, és egy teljesen hagyományos lengyel katonai puccsal kerekedik fölül a munkásmozgalmon, mi közlek? Ez a szovjet rendszer. Hát a szovjet rendszer az mindig szemben állt a bonapartista törekvésnek. Zsukov, Marshall, ha valaki ismeri a szovjet történet, Zsukov, hogy a sorsa, Sztálin nem volt egy Napóleon, egyenruhában járt, tehát egy civil volt, és a katonai uralomtól mindig rettek ezek a szovjetikus rendszerek, Kínában is egyébként, sajnálatosan. A kínai hadsereg főparancsnok a mai napig a központi bizottság, katonai bizottságnak az elnöke, amely rendszerint, aki rendszerint a főtitkár. Nem bízzák a katonát. És ez egy másik fajta rendszer, ez hunta. És hát ott meg a hunta, mert ugye Kissák tábornok, Szilicki tábornok, Jaruzelszki tábornok és a többi jó madár, és világos volt, hogy a párt nem játszik, sem fel szeret, nem is játszik. Vége volt. És kimerült. És hát akkor ugye ennek milyen tanulságait vonta le Magyarországon a akkoriban a legértelmesebb ilyen pártvezetés. Mit kell tenni? A nyugathoz kell csatlakozni. Minél gyorsabb. Kampec az egész. Hát ez, hogy mondjam, ilyen értelemben Kádár János és környezetelésre reakciósan volt a demokratikus ellenzék, amelynek mindig volt, ahogy mondtad, helyesen szociáldemokratikus illúzióik hasonló. Ezeknek rohantak az IMF-hez. És a legtöbb ember a, mit tudom, az ipari minisztériumban, a Nemzeti Bankban olvasta ezeket a neokonzervatív vizéket, és lelkes volt, és a többi, és a többi, persze. Jó, rendben, ez természetesen, ez máshogy is lejátszódott, de kevésbé éles, és kevésbé világos, hiszen nagyobb volt a diktatúra, nem a cenzúra, nem tudom, csak. Úgyhogy
Úgyhogy az a helyzet, hogy a munkásosztálynak ilyen kétarcú szerepe van, mint minden nagy történelmi osztálynak. Hát a burzsuázia is forradalmi volt valamikor, és aztán ellenforradalmi volt máskor. Ez nem egy sajnos az a helyzet, hogy nem egyszer sem mindenkorra egy osztálynak metafizikai értelemben egyfajta morális és politikai szerepet tulajdonítani, mert ez nem így van, mert a történelem nem ilyen természetű, nincsenek ilyenfajta állandóságok. Ugye még egy ideológiára meghatározott korporációról se lehet ezt elmondani, ami nem egy osztály, úgy hívnak, hogy az egyház. Azt, hogy filozófiailag elmélyű eleve és előre meghatározott. Mi az, amit egy egyháznak szabad, mi az, amit egy egyháznak kell. Ugye? Ez mégsem pusztán csak egy empirikusan létrejött, tapasztalati, spontánul létrejött valami, amit tudatosan megteremtett, szervezett. És hát ugye enyhén szólva elég sokat változott az elmúlt 2000 esztendőben, és más-más szerepet játszott a különféle történelmi szakaszokban. Tehát nem kell meglepődnünk. Tehát ilyen értelemben én a baloldaljának beleérte időnként idős szakaszokba sem magamat, ezt a fajta metafizikai természetű ragaszkodását a proletariátushoz, mint empirikus osztályhoz, én a történelem egy lezárult korszakához tartozom. Én a szüleim régi kommunisták voltak, és én nagyon emlékszem azt, hogy az anyám hogy mondta ki azt a szót, hogy proli. Hát úgy, ahogy mások azt a szót mondják ki, hogy szemlélek. Nem, persze, a melósok. Hihetetlen. Elérzékenyüléssel és fantasztikus volt, és ez volt a vallásuk, rendben van. Értem. Nagyon jól meg érteni, történetileg nagyon komoly funkciója volt, és meg volt a maga nagyszabású tragikuma. Én ezt nem tekintem nevetségesnek, de hát ez egy lezárult történelmi korszakhoz tartozik. Bennem is van vonzalom a szegények iránt, mert természetesen senki nem teljes mértékben következetes. És nekem is megvan az érzelmem, nyilvánvaló, hogy az érzelmem, mint valószínűleg mindenkit, aki itt ül, a rendszer kárvallottaihoz és elnyomottaihoz és megszabadítottaihoz vonzanak az érzéseim is, van egy szolidaritást, de ez nem jelentheti azt, hogy ez ember félreérti egy nagy társadalmi osztálynak az adott ponton lévő történelmi és politikai funkcióját, mert az már öncsalás volna, és ez nem helyes. Úgyhogy ez valahogy így van, na most, hogy ez megfordulhat, igen, semmi nem teszi elkerülhetetlenné, hogy ez ne változzék. Ez ne változzék, persze. Egyébként, hogyha igen, én hoztam szóba a munkásosztályt, és te megbeszéltél róla, szerintem érdemes így abba így belemenni, hogy te hogy definiálod ma a munkásosztályt, mert ugye nem teljesen ugyanabban a társadalomban élünk már, amikor ez a fogalom született, de szerintem egyébként ez egy érvényes. Tehát, hogy érvényes, csak hogy te hogy definiálnád ma, hogy ki tartozik a munkásosztályba, és mik a főjelenség? Ez egy szintén nagyon régi probléma. Ugye a klasse an sich és klasse für sich. Ugye? A klasse an sich, ami a magánvaló munkásosztály, az kétség kívül semmi más, mint azoknak a személyeknek az összessége, akik a munka idejük és a munkaidők eladásából élnek, és hogy nincsen tőkejövedelmük. Ennek folytán tudják magukat a bérmunkán valamilyen formától függetlenül. Nyilván ők a proletárok. Ez a dolognak ugye a teljesen külsődleges struktúrális meghatározása. Most azok az emberek, akik politikai és történelmi és kulturális értelemben proletárok, akik számít, és nem így csak a forradalomról beszélek, hanem akiknek van egy tudatuk arról, hogy ők tartoznak egyfajta osztályközösséghez, ez még mindig nagyjából is egészében az ipari és a szállításban és a szolgáltatásokban és a kereskedelmi dolgozó alkalmazottaknak az összessége. Élesebben bizonyos országokban, ahol hagyománya van, mint ugye a legrégebbi kapitalista országban, Franciaországban és Angliában, ugye Angliában ugye ez klassz, ugye ez mai napig ugye nagyon komoly meghatározása az életnek, Franciaországban is egy nagy mértékben, le prolo, ugye, a prolik, hát az pont úgy szó, mint ami volt a kis kommunista mozgalomban, tehát Franciaországban általában. Na most, tehát ilyen értelemben nyilvánvaló nincs meg mindenütt, és nyilvánvaló, hogy azok, akik
korporatív és politikai értelemben munkásnak proletárnak tartják magukat, azok sok mindenki másról nem ismerik el ezt a kvalitást, akik egyébként struktúrális értelemben teljesen beletartoznak ebbe, mint ez mindig egy probléma volt, ugye a munkanélküliek. Ugye ez egy régi kérdés. Gondoljuk meg 1930-ban, hogy oszlott meg Németországban politikailag a proletariátus. A munkanélküliek, pártja a kommunista pártról. A kommunista párt szavazóinak több mint 70%-a munkanélküli volt, és 30 év alatt fiatal munkanélküliek tették ki elsősorban a kommunista párt szavazói és tagságát a kormány. A még állásban lévő elsősorban jól kvalifikált szakmunkások, a szociáldemokratákra szavaztak. És abban a pillanatban, ahogyan az egységfront törekvések sikertelenek bizonyultak, ugye a radikális fiatal munkások egy nagy része először, utána pedig a veszélyeztetett iparágokban a szakmunkások, és átment a nácikhoz. Na most, de kétség kívül nem lehetett összehozni egy pártba a munkanélküliekeket és a még dolgozókat. Megpróbálták, mindazaz, de a kommunisták próbáltak a többieket maguk felé vonzani, és nem lehetett. Az egyik a kívülállók pártja volt, az akkori németországi kommunista párt, és a szociálista párt pedig azoké, akik, hát akik bejártak minden reggel dolgozni. Hiszen szociálisan és életforma tekintetében óriási különbség van nyilvánvaló, hogy rendszeresen dolgozom, és én munkani különbözöm. Tehát ez nem változtat semmi azon, hogy kikre vonatkozik struktúrális értelemben a kizsákmányolás. Ez mindenkire vonatkozik egy kapitalista társadalomban, aki bérmunkát végez. Akkor is, hogyha a szociális körülményei az illetőknek, rendkívül élesen elválnak és különböznek egymást. Mindenfajta igazi szociálista mozgalmának a célja valamennyiük felszabadítás. A milliókat kereső divatmodellektől, a vasúti vécéket takarító szuperletálik. Ezek mind bérmunkások. De ez természetesen, ez egy filozófia. Éppen ezért vitatja a gyakorlatilag a szociológia egészen ebben az értelemben. Tehát a szociológia az a marxizmus ellen jött létre, azért született meg. Ugye? Durkheim és Alvaks és Weber és a kulturális antropológia, a szociális antropológia, stb. Ez mind azért jöttek létre, hogy az osztály konfliktusnak azt az értelmezést, amit ki lehetett következtetni magukban, ugye nincs osztályelméletet, azzal szemben intellektuális elégedetlenséget terjedik tudományos formában, másrészt pedig, hogy alapteremtődhessék egy egalitárius politika számára. A szociáldemokrácia, a szociológia, ugye Franciaországból ered, és akinek az atya, két atya is a szociológia, ez egy Rousseau, másik egy Saint-Simon, és nyilvánvaló, hogy az igazi tétje az egyenlőség, amely hát filozófiai értelemben különbözik a marxizmus. Természetes. Ez két különböző szempont. Ez két különböző tudomány, két különböző műfaj, két különböző célkitűzés, két különböző idealizáció, amelynek a egyik sem tudja cáfolni a másik, erről nemrég írta valami éppen, nagyon szíves figyelmebe, Marx and Sociology címe jelenben az összeszkodó társaság főletában, és amiben azt fejtett ki, hogy Marx nem tud válaszolni a szociológia kérdéseire, és megfordítva. Ez mondjuk annyiban különbözik egymástól, mint a tomista teológia és a newtoni természettudomány. Ezek végtelen távolságban fekszenek egymástól. Ami sajnálatos módon, persze nem derül ki mindig, én is történetesen óraadó vagyok egy szociológia tanszéken manapság, de nem áruljátok el a tanszékvezetőnek, hogy mi itt a helyzet. Olvasd ezt a cikket. És jó. És persze, hogy ne kétségű, egalitárius szempontból marxizmus lehet támadni, támadták is, amióta létezik. Erre való a szociológia. A szociológia az antimarxizmusnak a legmagasabb rendű kifejezés. Mind Lébernek, mind Durkheimnek. Ez egy nagyszerű mondom. Szenszimus volt egy hülye, és Rousseau meg nem semmi volt, de általán jött a föld. Úgyhogy jó. És
Na, úgyhogy persze a politikai harcok szempontjából ezek nagyon nagy különbségek lennek. Ezzel szemben az ember, aki megfeledkezik arról, hogy a proletariátus az nem egy empirikus létező, a kapitalizmus lényegéhez tartozó strukturális jellemző, az nem marxista. És abból sose lesz forradalmár. Az biztos. Lehet, hogy nem is kell forradalmár. Na, ez kérdés. De hogyha valaki meg akarja változtatni a rendszer alapjaitól kezdve, annak tekintetbe kell vennie azt, hogy a jövedelmi és kulturális léteg különbség a proletariátus különféle szektorai között nem döntik el az alapvető kérdést. Befolyásolják, természetesen a történelmi fejlődésnek a mikéntjét, hát hogy a csodában, nem természetesen nagyon nagy mértékben. Ez egy másik dolog. Ez egy ilyen közkedvelt élet a kommunizmus ellen, hogy ez így uniformizál, egyenlőbbé és eltagadja az emberek közt ilyen természetszerű különbséget. De hogy tehát kapitalizmusban élünk, és mi erről a véleményed, hogy kapitalizmus ilyen tekintetben mit? Tehát amikor írtál nekem egy e-mailt, és abban felemlítetted a Heiner Müllernek az idézetét, amit én idéztem. De ezt nem tudom idézni sem. Nem is tudom kívülről idézni. Heiner Müller nagy német író, és Rémkomcsi. És a igazán író, félelmetes szerző. És ő azt mondja, hogy az igazi individualisták vallása az idézetben, ezt azt szerint én csak erre emlékszem, több mondatban áll, az idézet, de miről van szó? Ugye maga az uniformizálás, meg az egyéni különbségek eltakarása, vagy megszüntetése, ez kétség kívül szerepet játszott a korai szocializmus, a Marx előtti szocializmusban, mint a reakció a liberális individualizmusra természetesen, és amelynek a forrása mint oly sok mindennek, ugye az európai kultúrában a kereszténység, neki egyébként félreértett és eltorzított variánsa, de igen, amelyben ugye az egyéni boldogságnak, az egyéni kiteljesedésnek, nem ezt az egyéni érdekről, a túlhangsúlyozása, hát az ugye bűn, hát hiszen gőg, ugye bűnös büszkeség. És tehát van egy komoly keresztény gyökere az egész gondolatnak. Azon kívül pedig éles szemmel vették észre már a régi és valóban totalitárius utópista kommunisták, hogy az egyéni különbségek ideológiai középpontba állítása az gyakran ideológiai ürügyként származik, működik az egalitárius diskurzusokkal szemben és a közösségi diskurzusokkal szemben. Most ez persze nem ok arra, hogy valaki ebből aztán tényleg ilyen szörnyű falasztál ideológiákat teremtsen is így tovább, persze, de kicsit volt ilyenek. Na most hát ugye ez 1848 óta ez a kérdés mégsem áll fönn igazán, kivéve természetesen a kommunizmus ideológiai ellenfeleit. Senki nem állíthatja azt, hogy a marxizmusnak vannak ilyen aspektusai, mert hogy nincsenek. Úgyhogy semmi ez. Nyilvánvaló, egyébként meg kell jegyezni, hogy a legtöbb modern diktatúra ugyan állandóan szónokolt az individualizmus és az egyéni eskedés és az egyéni gőg és az elkülönböződés és a miért tudom én hasonlók ellen, az egyéni szeszély ellen, amely ugye szemben áll a racionális renddel, stb. Stb. Miközben ugye mégiscsak lehetővé tette az egyének közötti különbség néhány legfontosabb technikáját. A munkaosztástól az egyenlőtlenségig, a privilégiumoktól a kulturális különbségekig és így tovább. Úgyhogy üres duma, de, és ez ma is pontosan így van, azt mondani, hogy valakit felszabadítani a kényszerű és mesterkélt életformák zsarnoksága alól megszüntetné az egyéni különbségeket. Ez az antropológiai pessimizmusnak egy olyan extrém példája, amit azért nem tartok sem realisztikusnak, sem morálisan elfogadhatnak.
Tehát tényleg azt gondoljuk, hogy a kizsákmányolás, a munkamegosztás és az osztályrendszer kell ahhoz, hogy megmaradjanak az egyéni különbségek? Nevetséges. Úgyhogy persze, hát ez propaganda szólamként, kétség kívül beválik. Egyébként azt sem egészen értem, hogy miért gondolják azt valakik, hogy az elnyomás uniformizál. Hát én hosszú ideig éltem nagyon kemény diktatúrában. Nem tapasztaltam azt, hogy az emberek ne különböznének egymást. Ezek hülyeség. Na, úgyhogy persze, na most természetesen ezt nem fogom tudni elmagyarázni a Magyar Idő vezércikkírójának, tekintet arra, hogy az ő okaik nem intellektuálisak arra, hogy ezt mondják, hanem más természetűek. Most mit csinálják? Na most, hogy a kicsit közbevágjak. Jó, mert muszáj nekem valamennyire téged a történelem menetéhez visszaterelni. Ugorjunk egy nagyot, vagy még mindig a rendszerváltás, első rendszerváltás, vagy második rendszerváltás környékén vagyunk, mindegy. Paktumhoz. A paktumhoz milyen volt? A 90-es paktumhoz milyen volt a viszonya? Az MDF-SZDSZ paktumhoz milyen volt a viszonya? Hol van? Milyen volt a viszonya? Kétharmadról szólt a megállapodás. Hát például a kétharmadról szólt. Jaj, hát azt önként is megtettük volna természetesen, mert egy liberális párt nem gondolhatja azt, hogy a legtöbb, legfontosabb törvényeket csak is konszenzussal lehet eldönteni. Az nem parlamenti rendszer. Hogyha az MDF nem akarta volna, az ezt akkor is bennett volna abban, hogy megszűnjön rengeteg törvényre. A fiatalok egy óriási vita volt a liberális értelmiségben. Azt én nem tapasztaltam. Teljes egységes támogatásod a pártat. Én akkor az egyébben éltem, érdekes. És ott nem volt különösen, mert hogy megértették az emberek, nem igaz liberálisok voltak, és tudták azt, hogy amennyiben nincsen a parlamentben igazi konfliktus és vita, amennyiben minden konszenzus fel kell eldönteni, az út a nem pluralisztikus demokrácia felé. Nagyon helyesen tették, hogy így döntöttünk. Nem volt belőle különösebb előnyünk. Az biztos a szabaddemokratáknak, és azt kellett volna szégyen egyébként, hogy alkot kötnek, amikor hasznunk van, ma hát, oda vagyok, de ezt paktumnak magyarázom, hogy Magyarország az olyan ízét jelent. Két ellenérdekű fél egy közösen jónak tartott cél érdekében megegyezik egymással, az miért egy ilyen bűnös dolog? Keresztem. Tetszett, ez a probléma nem létezik. Nem, félreértés volt az, hogy azt gondolták, hogy Jézus Mária. Mert persze szerették volna a híveink egy része, szerették volna, hogyha az SZDSZ-nek mindenben vétójoga van. Egy parlament nem ülünk. Azt, hogy komolyan vettük a parlamentarizmust, és az ellenfeleinkben nem, hát ez viszont nem hagytunk komolyan. Hát ebben meg kételek megvédjen az SZDSZ-t, még szíthatom volna megvédni is, de ebben tökéletesen. Voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy ha a paktum nincs, akkor 90 őszén, amikor az önkormányzati választások voltak, akkor kénytelenek kiírni egy új választást, és akkor Magyarország 4 évet nyert volna. Igen, az viszont a cél szentesíti az eszköz politikájának volna, amit nem helyeselünk sem, akkor azóta sem vagyok nagy híve. Értem. Igen, lehetséges így lett volna, jó, oké. 94-es választások. Mi volt a viszonyod a... Nem tudtam közülni. Értem. Inkább szabadon beadni se kell. Nem jelöltettem magam képviselőnek, és választóként pedig fölhívtam a fiamat telefonon. New York-ba aztán. Mondtam, ezek most megnyerik. Lehet látni, hogy ezek most meg fogják nyerni. És megnyerték. Hát akkor ugye természetesen teljes joggal lehet gondolni, hogy a múlt erői fölül kerekedtek. Hát fölül is kerekedtek bizonyos értelemben, és folytatták a kisei kábelrendszer politikát, amely gazdaságilag neokonzervatív volt, politikailag korrupt, és szociológiailag pedig anti-egalitárius. És hát ebben szerepet játszott egykori párton, aminek nem örültem, még volt egy pozitív befolyása erre, arra, hogy lenni szokott, de kétségkívül nem volt egy nagy öröm. Kétségkívül
hárította a szélső jobboldal hatalom elvételét, amelyre lehetőség lett volna egy további MDF kisgazdasági győzelem esetén, amiről semmi esély nem volt, mert olyan kormány még nem volt, amit annyira undorodtak volna az emberek, mint attól. Nagy biztos. Jöttek a nyerés az egy dolog. Mit szóltál a koalícióhoz? De az világos, hogy a koalíció lesz. Mert csak az hiányzott volna, hogy az egész politikó egyedül uralkodjon meg. Tehát Jézus Mária. Hát tudod azt, hogy Magyarországon volt az egyetlen kedvelő ország, ahol egy volt politikai bizottsági tag, miniszter lett a kormányban, Csák Judit. Ilyet? Ez olyan hallgatlan eset. Az is rendkívül vicces tartalom, hogy Medgyessy Péter szigorúan, hogy titkos, tiszti, nem tudom milyen megbízatása, akkora botrányt váltott ki. Miért váltott ki botrányt? Nem volt a központi bizottság tagja? Nem volt pénzügyminiszter a diktatúrában? Nem volt a minisztertanács elnök helyettese? A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának helyettes elnöke? Az nem baj? Hát ez az, hogy nem gondolták, hogy ez baj. Mert van ilyen népi vallás, hogy Kelet-Európában, hogy az egész spicliskedés az a legfőbb bűn. Az, hogy XY írt valami hülye jelentéseket, az egy nagy baj, hogyha valaki, aki megírták a jelentéseket, aki működtette azt a rendszeret, ezelőtt, fél évvel ezelőttig a 3/4-es vezetője volt a rendészeti államtitkár az Orbán kormányban. Volt valakinek ezzel baja? Volt tüntetés, föláborodott cikkek, poémák, dalok? Úgyhogy én magam sem emlékszem a pasas nevére. Valami is. Belügyminiszter. Nem, helyes volt. Mindegy. Erős, miért távozott, előrejöttették, hogy most már altában van. Nagyon gratulálok. Úgyhogy ezek nagyon érdekes dolgok. Én akkor ezt rémületesnek tartottam, annak ellenére, hogy nem volt semmilyen személyes ellenszem, hogy Csák Judit nem is volt állítással rossz egészségügyi miniszter. Elég rossz volt, de láttunk rosszabbat azóta, azt nem is egyet. És hogy Gyulával egy tűrhető személyes viszonyban voltam, tehát ezek nem személyes dolgok, nem azért volt, mert ugye, korábban ellenségeink voltak, és bosszút esküdtem, hogy akkor szó nincsen, nem tartottam helyesnek, hogy a diktatúra vezető funkcionálisai egy demokratikus államban vezető szerepet játszanak, már pedig ezt megjegyeztettem. Úgyhogy ha még az SZDSZ se lett volna bennem a dologban, hát ez egy gyilkosság. Úgyhogy nem nagyon volt más kiút. Viszont az a kiút nekem nem tetszett, úgyhogy én azt a gyáva megoldást választottam, hogy kivonultam az egészet. Igen, itt valóban elkezdtél kivonulni, akkor már. Van-e, vagy volt-e bármilyen olyan szervezet, szerveződés, szándékosan nem mondok pártot. Tehát bármi, amihez minden individualizmusod ellenére szervezetileg definiáltad magadat a 90-es évek második felében, 2000-es évek elején. Nem, én mint mindenben én szeretek tartozni valahová, ha lehet. Ha nem lehet, hát nem lehet. Már pedig ez volt a helyzet. Úgyhogy nem. Természetesen van egy csomó olyan millió, amit jól érzem magam, amelyben politikai és jól érzem magam, Magyarországon is, és külföldön is, korábban csak külföldön. Hosszú évtized telt el, amik nekem voltak nagyon marxista körök, ahol jól érztem magam nyugaton, meg másik Európában. De Magyarországon is előfordul az ilyesmi, de ezt kivártam, mert találtalak benneteket, kivártam, hogy ti megtaláltok engem, szóval kölcsönösen, nem tudom, hogy. És akkor igen, nem tudtam csatlakozhatni magam semmihez. És hát ugye azt csináltam, hogy csinálhat egy emberekkel ilyen esetekben. Tehát én nem futottam el a politikai felelősség elől, hanem bevállaltam a társadalom kritikusnak azt a funkcióját, amit jó-rosszul, látjátok, szoktam művelni. Úgyhogy persze, hát ez rendszeres semmi új nevel sincsen semmi. Ilyen már előfordult. Academic life. Hogy zajlott?
Hát én a kirúgottság állapotában voltam mindig is az egyetemi rendszerből, még nem volt olyan rendszer, amiben hagytak volna rendesen működni a saját szakmában. Rövid ideig volt ilyen, aztán elmozdítottak, ugye Kárlán szerint kidobtak az eltéről, a mostani rendszerben kidobtak a Magyar Tudományos Akadémiáról, most meg szónokolok védelmében véve az eltét és a Magyar Tudományos Akadémiát. Drága ideig a filozófiai intézet igazgatója volt. Tehát ezeket, hogy ne, tehát a filozófiai intézet, igen, hogy ezeket ne, lehet, de ezeket ne ugorjuk át, ezeket a történeti elemeket. De igen, azért vagyok így. Kurva rossz igazgató voltam. Értem. De nem ezért voltak ki, akkor nem voltam igazgató. Igen. És nem tudok én vezetni, utasításokat, elbocsátani gépillant. Ez nem nekem való. Senkinek se való egyébként, és nem jó, is. Tehát hajlandók egy kicsit mesélni a filozófiai helyzet igazgatóságodról? Nem, értem. Világos, értem. Nem találom vele semmi érdekeset. Nagy hiba volt, hogy ezt elfogadtam, sőt örültem neki. Na nem sokat. És igen, úgyhogy... Nem. Ez így alakult. Nem voltam intézmény történetileg hajlandó, vagy föleleveníteni, hogy történt az, hogy filozófiai intézet igazgatójának neveztek ki téged? Megválasztottak, akkor választottak. Megválasztottak a kollégát. Értem. Nem előtt is. És hát volt nekem közöm természetesen akadémiai intézményekhez. Columbia University, University of Chicago, Georgetown University, New School, Yale, Oxford, École des Hautes Études en Sciences Sociales. Nem volt egyetlenekem, klasszak ezek. Hát nem volt a pont. Jó, aztán itt tanítottál ebben az intézményben egy ideig. Melyben? Igen. Meg a CERN is óraló. Meg a CERN is. Hát óraló vagyok, nem alkalmazott a nő, aki félreges. Szerettem volna alkalmazott lenni, de hát ez nem sikerült. És nem, hát én az akadémiát Margónyán helyezkedem el, és ez helyes is, ez nagyon volt is a helyen. Tulajdonképpen mondjuk kellemetlen, nagyon jó szempontból, de egyébként adekvált. Nekem van még egy ilyen utolsó kérdésem, ami ma délelőtt fogalmazódott meg bennem, hogy belenéztem a tegnapi partizános interjúban, és annak a legvégén voltak ilyen nézőktől érkező kérdések, és a kérdésre már nem emlékszem, de hogy az volt a válaszod rá, hogy a modern társadalom az így egységesít, és minden modernebb a társadalom, annál inkább egységesít, és annál nehezebb ilyen kiutakat találni a domináns életformája alól. Például volt például, hogy a középpadon még sokkal többen is jobban el tudtak így ki tudtak így menetni a társadalomból, és szerzetesek, remeték. Hogy ma ez így egyre kevésbé lehetséges, tehát hogy egyre kevésbé lehetséges az ellenállás. És ugye ebből nekem az lenne a következtetésem, hogy akkor én kommunista kísérletek is annál kevésbé lehetségesek, mert hogy egyre egységesebb a társadalom, és egyre nehezebb kijutott találni belőle. És ez egy ilyen nagyon pessimista Lehet, hogy ez pont fordítva van. Figyelj csak ide, mert abban a pillanatban, bizonyos értelemben a társadalom most lett olyan, ahogy Marx a tőkében leírt. Mert hogy nincsen, a múlt elemei megszűntek. Amikor Marx írt, akkor voltak monarchiák, és államegyházak, és arisztokráciák, és tisztikarok, és arisztokratikus hivatalnoki korporációk, és miért tudom, micsodák. Ezek mind meghaltak. Ma a polgári társadalom függetlenül a gazdasági létezettségétől egységes. Ez egy totális társadalom, amely megérett a totális forradalomra. Nincs itt semmi baj. Kommunista szempontból. Sőt, hát ugye mi volt a kommunista forradalom igazi problémája? Azok az osztályok, amelyek nem voltak sem burzsvá, sem proletár. Hát paraszti többség volt a legtöbb országban. Ezt megoldani kommunista szempontból nem lehet. Mi volt a vágya a parasztságnak az egész világon? Ugye a saját birtok. Tehát a polgári fejlődésnek egy fajtája. Természetesen. Leninnek az volt a zsenialitása és egyben az orosz forradalom tragédiája, hogy ezt megértette. Lenin földet osztott. A földosztás nem kommunista program, mint Rosa Luxemburg, még 1919-ben kimutatta, ugyebár. És
ezért győzött a bolsevik párt, és ezért nem sikerült szocializmust teremteni. Jó, történet. De most viszont tényleg olyan társadalomban élünk, amelyen más nem segíthet. Más nem segíthet. Saját magán nem segíthet, hiszen azok a tendenciák, amelyek kifejeződnek jelen pillanatban, beleértve pozitív és negatív tendenciákat, azok nem mutatnak kifelé ebből a társadalomból, és mert ugye mindig azt gondolják, ez egy régi dolog, amikor a jóléti társadalom, jóléti állam megszűnőben volt, mert a szociálvizék a neokonzervatívok szétzúzták, akkor azt mondták az akkori szociáldemokraták és szociálliberálisok és effélék, balliberálisok, ez a terminus nem létezett, azt mondták, hogy hát megszűnik az a humánus polgári társadalom, amely segíteni tudott még a nélkülözőkön, meg volt benne a nyers osztályérdeken kívül is valami, és itt van. Vége a liberális, kapitalista, humánus társadalom. Amikor most pont fordítva, ugye a neoliberalizmusnak komplex, ugye befejeződött, van a gazdaságpolitikai elemek, amiket folytatódnak, mert a történet mindig minden folytatódik valamilyen mértékben. Tehát a protekcionizmus, ez a Polányi féle kettős mozgás, ugye most ugye a piaci és az etatista, a protekcionista és a szabadkereskedelmi korszakok váltogatják most a kapitalizmus történet, tény. És most is azt mondják az emberek, hogy Trump, meg Bolsonaro, meg Orbán, meg nem tudom kik uralkodnak itt. Vége a liberális demokrácia, vége a liberális kapitalizmusnak. Bizonyos mértékig ígért talán, de a kapitalizmusnak nincs vége. Egyik fordulattal sem. A kapitalizmus az átalakítás alatt zavartalanul működik. Zavartalanság a kapitalizmus esetében permanens krízist. És ugye nyilvánvaló, hogy hogy ez így működik, és hát ez természetesen egyik sem a szabadpiaci és szabadkereskedelmi variáns, sem pedig a protekcionista, etatista, xenofób, háborús veszélyek fölidéző variáns, a rendszer alapvető kondicionáltsága nem változtat. Ezek nem mély változások. Legtragikusak, félrejtés nem szép, volt még ilyen, ugye, mielőtt az Európai Unió fölbomlott volna, ahogyan most éppen fölbomlik, ugye fölbomlott a Népszövetség. Annak az egyik következménye a második világháború volt. Nem azt mondom, hogy ezek viccek és jelentéktelen dolgok, ezek csak strukturális, mély értelemben a kapitalizmus alaptermészetén nem változtatnak. Az egyik dolgok is történnek, mint a kapitalizmus alaptermészete. Nyilvánvaló egy csomó minden van, amit nem lehet ezekkel az alapvető meghatározottságokkal leírni. De az, hogy a kapitalizmuson belül a kapitalizmus ilyenfajta meghatározottságú nyelvet segíteni, az most már empirikusan is kiderült. Egyfolytában visszatérnek ugyanazok a problémák. Visszatér, hogy a szabadpiaci és szabadkereskedelmi korszakokban növekszik az egyenlőtlenség, növekszik a kizsákmányolási ráta, és nő az emberek önállótlansága és társadalmi cselekvésre képtelensége. Az etatisztikus, jóléti, pláne, hogy ez most ugye, mint nem ritkán, összefonódik ugye a nacionalizmusból leszármazó különféle xenofób, meg etnicista, meg rasszista régi formákkal. Ugye ez már többször lejátszol különféle variánsokban, ez a fajta hullámzás a kapitalizmus történetének, kivezető utat pedig egyik sem talál. Ugye végül is ennek volt egy alfaja a szovjet típusú rendszer. Szövetikusi rendszer az államkapitalizmusnak volt az egyik variánsa, ugye, amiben ugye, mint tudjuk, megmaradt a kapitalizmusnak a legfőbb vonatkozása, ugyanis a kapitalizmusban nem az a lényeg, hogy sok tulajdonos van, hanem az, hogy a tulajdonos ne legyen azonos azzal, aki a bérmunkát végzi. Márpedig a szovjetikus rendszerekben a bérmunkások nem váltak tulajdonossá. Az ideológia volt, hogy a munkásosztályi, mint a népi tulajdon, stb. Hogyha ez így lett volna, ugye akkor hogyan voltak lehetségesek olyan magántulajdont védő törvények, amelyek tiltják mondjuk a lopást meg a síkasztást. Hát, hogy a dolgozókért az államért nem érték haza, hát hogy
Na most, ugye ez nevetséges dolog, amennyiben fölmaradt a és ez az elkülönítés. Hát ugye nem volt bérmunka, nem volt árucsere, nem volt pénz. A tulajdonos kiléte a kapitalizmus meghatározottságainak egy nyolcadrangú kérdés. Azt, hogy a tulajdonos egy magánszemély, egy részvénytársaság, vagy maga a szocialistának nevezett állam, teljesen mindegy az alapítmányozottságok szempontból. Tulajdoni kérdés fontos, de nem az egyetlen meghatározott kérdés a kapitalizmus megítélésének. Most természetesen államkapitalizmus is többféle lehetséges, és a szovjetikus államkapitalizmus az csak az egyik nagyon fontos, ez csak az egyik variáns. És az alapvető problémát nem oldotta meg, mert sem próbáltam. Kísérletet sem tett rá. És nem is tehet. Ez egy más kérdés. Nos, éppen ezért tehát ugye az, hogy nincs menekvés, kapitalizmus betölti a teljes horizont, hogy az összes reprezentatív társadalmi viselkedési formák kompatibilisek a kapitalizmussal, és egyre inkább a különféle intellektuális praxisok is, ez tény. Ez tény. De hát ugye azért ez sem olyan nagy újdonság, hogyha valaki előveszi 68-as nagy írásokat, különösen Döbornak a spektrum társadalmi és hasonlókat, ennek a láthatja, hogy ennek a tudata megvolt ezelőtt 50 évvel is. Nem most kell kitalálni, csak nekünk új, mert bizonyos értelemben a kapitalizmus mainstream-jével nem elég tartozunk vele, és a kapitalizmussal, mint olyannal, mint ideológiai és politikai realitással is, most szembesülünk, pláne, hogy az emberek megszokták, hogy a 89 előtti rendszer normatív értelemben helytelő szocializmusnak nevezik és tartsák. Ez egy történelmi tévedés volt, nem az első, nem az utolsó. Hát ugye hány államot neveztek keresztény államnak? Számos ember ezt egy jó leírásnak tartott dolog, természetesen bizonyos távolságban néző a dolgot, nevetséges. De noha nyilván azért maga is persze magyaráz valami. Az, hogy egy mit tudom, Salazar-féle Portugáliát keresztény államnak tekintették, annak természetesen volt befolyása arra, hogy az ország és az állam milyen volt, mint az, hogy a szocialista utópia és a szocialista mitológia erőteljesen jelen volt a volt szovjetikus rendszerekben, az szintén erőteljesen befolyásolta az emberek életét. Tehát nem azt mondom, hogy ez teljes mértékben semmiség. Nyilván nem semmiség. Befolyásolt egy csomó mindent, bizonyos praxisokat is befolyásolt. Mert számos ember azt gondolta, hogy ilyen körülmények között is valamiféle nem körvonalazott szocialista megoldások. Törekedni, ezeket aztán hatában lecsapták. De tehát sokan gondolták, hogy egyszerűen belül egy Rudolf Báró, meg Havemann, meg Hegedűs András, meg mit tudom én, voltak ilyen emberek, akik azt gondolták, hogy lehetséges. És aztán meg is jártak. Kedves Gazsi! Igen. Hogy mondjam, gondolataid állandó bőséggel gyakorlatilag megakadályozza, hogy veled igazából interjút lehessen készíteni, de valójában erre tulajdonképpen szerintem számítottunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így egy ilyen szigorúbb keretek között, vagy kisebb nyilvánosság előtt talán egyszer meg kéne csinálni valóban, hogy mondjam, életednek egy, vagy életpályádnak, vagy gondolatmenetednek egy odatoltabb végig gondolását. Igen, átengedem az utókornak. Azt az utókornak akarom átengedni, nem biztos, hogy ez ügyben végén fognak itt hagyni téged a kollégáid, barátaid és tartományai helyes. Úgyhogy én mindenkinek a nevében, aki a te szellemi befolyásod alatt áll, vagy úgy, hogy egyetért veled, vagy úgy, hogy inspirálod, vagy úgy, hogy megőrült tőled, igen. További 70 évnyi bölcselkedést kívánok neked, és minden jót. Köszönöm szépen. És boldog születésnapot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedvesek, köszönöm.
csapat.